A mai videómban smash burgereket fogok készíteni, könnyen elérhető alapanyagokból, ráadásul rögtön kétféle verzióban is. A téma tehát adott az itthon méltatlanul elhanyagolt smash burger, ami ugye nem más, mint egy húspogácsa forró roslapon szétnyomás általi elkészítése. Ennél a burgernél teljesen más irányelvek uralkodnak, mint a klasszikus társainál, de erre majd ki fogok térni az elkészítésénél, addig is itt egy videó az alapokról nagy vonalakban. A mai videó támogatója az F&R Partner, többek között a Pantasztikó hamburger zsömlék forgalmazója. És hát szerintem nem lesz meglepetés, hogy a mai videó folyamán is ebbe, illetve ezekbe a hamburger zsömlékbe fogom pakolni a burgereket, nevesül lesz egy mákos szezámmagos, illetve egy lemmagos szezámmagos verzió. A zsömlék aktuálisan az Aldiban, illetve a gyártósaját webshopjában érhetőek el, és ehhez kapcsolódik egy akció is, miszerint minden negyedik csomag ajándék. Ehhez a linket betettem a leírásba, ott tudjátok elérni az ehhez kapcsolódó részleteket. Nem is árulnék tovább zsákba a macskát, a két burger két közönség kedvenc lesz a bambából, ezek közül is az első a dupla bacon burger, tehát a só és a zsír dala fog következni. Néha vannak olyan félreértések, hogy akkor most ez mitől dupla burger, dupla-e benne a hús, vagy hogyan is kell ezt érteni. Ugye burger, burger, dupla burger, dupla burger. Dupla bacon, burger. Tehát a baconből lesz benne kétféle verzió, lesz benne egy baconész, azaz egy baconös majonéz, illetve grillezett bacon is fog belekerülni. A smash burgerben a húsfogácsák ugye kisebbek, mint a klasszikus társainál, pont azért, hogy amikor jó alaposan szétnyomjuk őket, akkor ne kelljen órákig ezt a folyamatot intézni, tehát igazából, ha csak nem hóvége van, itt a szimpla az mégis dupla. Úgyhogy a kör bezárul, a kígyó a farkába harap, és most egy dupla bacon, dupla smash burgert fogok elkészíteni nektek. Elsőnek szükségünk lesz egy kevés baconre, amit apróra fogunk vágni. Ha van rá lehetőségetek, akkor vegyetek kockázottat, ehhez tök jó lesz. Ezután kellemesen zsírjára sütjük a feldarabolt baconöket. Tudom, rengeteg gyalázatos, gyatra, csenevész bacon kapható a boltok polcain, próbáljátok megkeresni a legjobbat árérték arányba, hát látjátok, nekem ez most annyira nem sikerült. Miután kisült, mehet bele egy kisebb tálba, ebbe teszek japán majonézt, sima is jó, egy kis juharszirupot, méz is jó, valamint egy pici szójaszószt és borsot is tekerek rá. Ha ez megvan, jó alaposan összekeverem, és készen is van a baconéz. Ebben a burgerben valójában az a jó, hogy nem túl nehéz. Szerintem ez a szósz volt a legbonyolultabb az egész elkészítési folyamatban, és ahogy láthatjátok is, most nem főzőlapot és serpenyőt használok, bár ezt is egészen nyugodtan megtehetitek, hanem a társasházi miniteraszok megmentőjét, a Landmann Pantera Grillt választottam ehhez. Erről már tavaly csináltam egy videót, de arra gondoltam, hát miért is ne lehetne idebent is használni. Smash burgerhez a legjobb a magas hőmérséklet, szóval fel is tekertem full csumira a grillt, de mire eljutunk oda, az pont megfelelő hőemelkedés, de nem úgy, ahhoz, hogy kisüssek két jó szelet békant. Na jó, hogy kisüssek két szelet békant. És miközben itt állok a sercegő szalonna zsírjának árnyékában, amit mondjuk, hogyha jobban meggondolok, akár a leendő zenekarom neve is lehetne, merül fel az a kérdés, hogy de Jani, bármit meg lehet csinálni smash burger formában? A válaszom határozott, igen! Jöjjenek a nagy klasszikusok, legyenek kicsit izgalmasabb húsfélék, mint volt a mangalica is, mindent lehet, de semmit sem muszáj. Szóval írjátok meg kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek erről a kérdéskörről, milyen burgereket smashesítsünk. Smashesítés. És hát a klasszikus burger sütési folyamatban hogyan is néz ki a drill, fogom, megsütöm a húsit, és annak a zsírjain pirítom meg a zsömlét, egyrészt, hogy ne vesszenek kárba az ízek, másrészt pedig ugye, hogy kapjon egy tök jó roppanós réteget, egy textúrát is ezáltal. Na már most az a helyzet, hogy olyan magas hőmérséklet fog itt nem sokára kialakulni, hogy esély nélkül, hogy utána megégés nélkül azon egy zsömlét meg tudjak pirítani, úgyhogy most egy kicsit előrébb veszem a dolgokat, és a smash burgernél jegyezzétek meg, mindig először a zsömlét pirítjuk meg. Szóval első körben fogom ezt a kis mákos, szezámmagos szépséget, és igazából szerintem itt látszik is, hogy miért a smash burgert választottam, mint tematika ehhez a zsömléhez. Nagyon-nagyon jól fognak passzolni, mind méretben, mind pedig szerintem így megnyomkodva állagban is. Szóval most fogom, és ezt ketté vágom. Hogyha pedig ez megvan, mehet is fel a grillre, ahol azért micsoda véletlen, egy kis lubrikáció lesz, hát nyilván a kisülő baconök zsírjai által. Ezzel kicsit fel is töröljük. És megpirítjuk.
Miközben itt szépen pirulnak a zsömlécskéim, beszéljünk egy picit a húsgolyóról, amiből a smash burger lesz. Brit tudósok megállapították, hogy ennek az ideális súlya olyan 60 és 80 g között van. Én ilyen klasszikusan középutas csávó vagyok, úgyhogy 70 g-ban állapítottam meg a mai smash burgerünk súlyát. Viszont ugye, ahogy említettem is, a smash burger szerintem minimum 2 húsfogácsával lesz a jó, és akkor 2x70, 140, a matematika masin szabadnapon, szóval ezeket fogom hamarosan megsütni. Továbbá, milyen eszköz kell még a smash burgerhez? Klasszikus lapát vagy spatula, hogy a fatertől ellopod a vakolókanalad, az sem baj, csak tudjál utána gyorsan futni. Szükségünk van egy ilyen kocka sütőpapírra, amit majd a hús, illetve a spatula közé teszünk, hogy előbbi ne ragadjon rá az utóbbira. Persze vannak, akik azt mondják, hogy elég csak beolajozni a spatula alját, de alapvetően szerintem ugyanez az embertípus az, aki hétvégén, vírus idején tömör sorokban áll egy bevásárlóközpont kaszinója előtt 1000 forintos kuponokra várva, szóval lehet veszélyesen élni, én nem elítélem, csak azt mondom, próbálj meg mindent megtenni a biztonságunk érdekében. Először csekkoljuk a felületi hőmérsékletet, ez olyan 250 fok körül legyen, vagy mehet rá a hús, rá a papír, és irgalmatlanul szétlapítjuk. Utána só, bors, és ha már látjuk, hogy átsülni kész, akkor szögben tartva a spatulát kvázi felkaparjuk a húst, megfordítjuk, mind a kettő kap egy-egy cheddart, és egymásra pakolva készre sütjük. A tálaláshoz már nincs sok időnk, a zsömle alját megkenjük a békönézzel, erre kerül egy kevés felcsíkozott saláta, marinált lilahagyma, amúgy a sima is jó, a dupla húsfogács a sajttal, rá pedig a szeletelt savanyú uborka és a kétszer grillezett békön. Végül rápakolom a szószos kalapot is, aztán dupla, dupla. És hát itt van ez a szépség a kezemben, pont jól belepasszol a zsömle méretébe a hús. A zsömle azt mondom, hogy ilyen 75 g-os, tehát így nagyjából jók is vagyunk. Az arányok megfelelőek, úgyhogy nézzük. És hogy mitől is jó ez a burger? Egyrészt az arányok. Ugye 140 g hús kerül bele, viszont azt érdemes tudni, amikor smashed formátumban sütünk, sokkal több zsiradék eltávozik belőle, tehát meglepődnék, hogyha mondjuk ez ilyen 100-105 g-nál több maradt volna benne, és így már is közeledünk az általam annyira dicsőített 1-1-es hús zsömle arányhoz. Utána az olvadó sajt elképesztően mámorosan krémessé teszi az egészet, itt ez a szezámmag mák kombó egy pici plusz roppanóságot ad a belső pirítás mellé, és tartása is van, tehát ha megnézitek, nem esett szét a zsömle, ami egy nagyon-nagyon nagy pozitívum, szóval mindenképpen tudom ajánlani, hogyha a smash burgert csinálnátok. Magamnak meg azt ajánlom, hogy kezdjünk is bele gyorsan a második burgerbe. Következő burgerünk a közbeszédben a Big Kahuna nevet viseli, de alapvetően akár Hawaii burgernek is hívhatnánk, és a sós, valamint az édes ízek összjátéka fogja megadni a fantasztikumát. Ennek a burgernek talán a legkülönlegesebb összetevője az ananász lesz, amit azt gondolom, hogy már egészen sok helyen meg lehet kapni, de hogyha ne vagy Isten, mégsem ez ne szegje a kedvetek, nyugodtan vegyétek meg a konzerv ananászos verziót. Nyilván ez egy picit cukrosabb lesz, én azt tanácsolom, hogy mossátok le ezt a cukros levet róla. Magad uram, hogyha szolgád nincsen, most pedig megmutatom, hogyan tudjátok ezt az elsőre annyira talán nem barátságosnak tűnő gyümölcsöt meghámozni. Nyilván a konzervvel ez a gond nincsen. Az ananász héját nagyjából leszedjük körbe, majd pedig vágunk pár karikát belőle. A közepén ezt a vastag torzsáját, csumáját vagy mit kivágjuk, a szélét pedig meghámozzuk rendesen, és voilà, kívül tiszta, belül lyukas. Nincsen burger szósz nélkül. Én ehhez klasszikusan teriyakit szoktam adni, ami egy távol-keleti alapszósz, ennek a receptje a következő. Elkezdek melegíteni olyan 1 deci világos szójaszószt, és hogyha már kicsit fölmelegedett, mehet bele 40 g barna cukor, 1 evőkanál fokhagymapor és 1 evőkanál gyömbérpor. Ezeket szépen feloldom, majd pedig amikor már lassan majd, hogy nem éppen kezd bugyogni, akkor hozzáadok úgy 1 evőkanál kukoricakeményítőt, hogy azt előzetesen kikevertem egy kevés vízzel, hogy ne legyen csomós. Beleöntöm, elkeverem, és miközben melegszik, szépen be is sűrűsödik. És kész is vagyunk a teriyaki szósszal. Amikor ez megvan, jöhet az előző körben már megismert etűd, tehát először megsütjük a békönt, majd a lemmagos, szezámmagos zsömlét félbevágom, és a békön zsírjain ezt is megpirítom. Utána megrillezem a kétszelet ananászt, ne jegyük meg, ha kicsit barnásnak, feketésnek tűnik, ugye ez csak a cukor, ami karamellizálódik rajta, hát ilyennek kell lennie valójában. Ezek után jöhet a két gömbölc hús, melyet szétnyomva megsütök, sózom, borsozom,
aztán pedig fordítás után annyi trükk lesz, hogy megint jön egy-egy szelet cheddar, és mindegyikre jön az ananász is, egyiket rápakolom a másikra, és így finiselem, amíg a sajt meg nem olvad. Legvégül megkenem a pirul zsömle alját a szósszal, erre kerül a húsos ananászos tömeg. Rá a bacon, valamint a zsömletetőt is megszószozom, és készen is van a második burger. Ez annyira szép, de annyira szép, hogy szinte már már sajnálom megenni. Na jó, kivel hülyeskedek. A zsömle stabil, ízre teljesen korrekt, a dupla ananász jó ötlet volt, az édessége nagyon jó harmonizál a békön sósságával, a dupla szelet hús picit roppanós, de mégis szaftos, a teriyaki szósz pedig egy kis izgalommal fogja közre az egészet, szóval hát mit mondhatnék, már megint egy szuper smash burger. Szuper smash burger. A smash burger jó, és ez ma sem került megcáfolásra. Ha további burgerekre lennétek kíváncsiak, akkor a felső videót ajánlom, hogyha pedig marháskodás vonalon mennétek tovább, konkrétan a steakek felé, akkor az alsó videót javaslom nektek. Én Jancsa Jani voltam, és ne feledjétek, akkor jó a burger, ha szét van nyomva. Na, szevasztok!